Szunták pár kutyái. Szunták pál Grundnak hitta a maga horpácsi tuszkulumát, melyet az ő halála után múlt ősszel én vettem meg, hogy ott is úgy végezzem az életet, ahogy kezdtem. Gerendás kúriában. Melyben, ha az egyik ablakot nyitom ki, a trágyadom szaga özöllik be az udvarról. Ha a másik ablakot nyitom ki, akác és rozmaring illat oson be a kertből. A Grundhoz egy tábla föld is tartozik. Nem olyan széles ugyan, mint a nagy oroszi grófé, de éppen olyan mély. Szóval a Grundnak én vagyok most a gazdája, de mivel, hogy csak a felét bírtam megvenni, azaz, hogy azt se bírtam, és mivel, hogy az előbbi gazda excellenciás volt, én pedig csak tekintetes vagyok, hogy a tekintély a status quo valahogy ennek dacára is megmaradjon, itt okvetlenül valamely rangemelésnek kellett következni. Ezért aztán a Grund lett uradalommá emelve, és most, mint horpácsi dominium emlegettetik a családban, valamint barátaim és kártyapartnereim részéről. A vétel idején hiteles lajstromot vettem át a holt és élő instrukcióról. Holt instrukció alatt értetődtek, holmi vödrök, katlanok hordók, mángorlók. Az élő instrukció rubrikájában azonban csak egy tétel fordult elő. Négy darab komondor kutya. Négy eleven kutya, hisz ez nagyszerű. A gyerekeim oda voltak a gyönyörűségtől. Vegyük meg, apa! A négy kutya nagyot billentett a mérleg serpenyőjében. A kis Foxy, a Berci kiskutyája most hát már nem lesz egyedül. Meg kellett vennem a domíniumot a négy kutya miatt. Eközben azonban beköszönt a zimankós tél. Télen pedig még gondolni se szeret az ember a sáros falura. Felé se néztünk a domíniumnak, míg csak az első barackva nem kezdett nyílni a múzeum kertben. Annak a rózsaszínű virágai megcsiklandozzák az ember szívét. Gyerünk, nézzük meg a domíniumot! Fölszedtem a famíliát, és elindultunk Vácról kocsin, hogy ott töltsük a húsvéti ünnepeket. Kevés szavú tömzsi palóc ember a kocsis, egykedvűen hajtotta a lovacskákat fel a naszájnak teletüdővel, szíttuk a balzsamos tavaszi levegőt, csak a Foxy nyugtalankodott és kunkogott a Berci ölébe. Pszt, Foxy, ne izélj, meglátod a négy nagybátyádat, csitította, bíztatgatta kedvencét Berci. Az ám nini, most jut eszembe, kiáltottam fel. Mi lett a négy komondorral, János? Hát letették a mesterséget, felelte János vontatottan, az ostorával csengergetve. Azt akarod mondani, hogy megdöglöttek? Dehogy, jágerek lettek, de nem is bánom, mert nagyon szomorúak voltak. Fájt a szívem rájuk nézni. Miért voltak szomorúak, te János? Mert szomorú a kutya, ha nem eszik. Hát miért nem ettek? Mert nem volt nekik mit enni. Miért nem adtatok nekik? Mert nekünk se volt mit adni. Hát hová lettek? Az egyik a tenger, a legokosabb elbújdosott a szomszéd Berki községbe. Ott tengődik a kegyelmes úr egyik volt bizalmas cselédjénél. Kettő, a Bundás és a Gubics, a vadászatra adta magát, reggeltől estig bitangolták a határt, s fölfajják, átkozott heródesek a csecsemő nyulakat. Nem lesz az idén egy süldőse a határban. A fiúk láthatólag elszomorodtak a rossz hírekre. Hát a negyedikkel mi történt, kérdeztem. A negyedik a zagyva. Az még ott van, de nem foglalatoskodik. Azaz nem ugat. Azt gondolja, hogy minek ingyen, ő most anya, apró kölykei vannak a fészerben. Kiderült a fiúk ábrázata. Istenem, milyen öröm! Hallod ezt, Foxikám? Apró pajtáskáid lesznek ökölnyi kis kutyácskák. Volt ezer kérdés a Jánoshoz. Hányan vannak? Csak ketten? Milyen színűek? Tudnak-e már harapni?
Egész Horpácsig erről folyt a szó, de legalább futott az idő. Észre se vettük, egyszer csak hip-hop. Ott voltunk az öreg kúria udvarán. Ez hát az új otthon. Nagyon kietlen komor, az ég haragszik, mogorván sebesen úsznak peremén a barna fellegek nyugat felé. A kapu éles csikorgással sír fel, mikor kinyitják elébünk. A százados jegenyék peckesen, szertartásosan állnak őrt a kapun túl, mintha be se akarnának bocsátani. A kémény füstje lefelé vágódik, és a jegenyék árnyékát a gyepen még sötétebbre festi. Sehol semmi nyájasság. Messze valahol egy ökör kínos bőgése hangzik. A szomszéd portáról egy macska néz ránk gúnyosan a lángoló vörös szemeivel. A bolondság. Képzelődés az egész. Itthon vagyunk, gyerekek, ez a fő. Ez itt minden a miénk. Az ott a patak, amiről szó volt, az meg amott a tó. Bejárunk minden zugot. Néni a titkos szoba. Éppen olyan, amilyennek képzeltem. Mindenkinek a maga mesterségén a szeme. A feleségem a konyhát nézi, én az elhagyott könyvek közt turkálok, a gyerekek pedig az agyvát keresik. Tuto ne, zagyva ne, hívogatják, szólítgatják, de az agyva nincs sehol. Talán a kölykei mellett lesz, oda vezettetik magukat a fészerbe, de a kölykei sincsenek ott. A szalma vacokban csak a nyomuk van meg, ők maguk eltűntek. Jönnek a gyerekek ilyet arccal, szomorú panasszal. Képzeld, apa, az agyva eldugta előlünk a gyerekeit. Micsoda beszéd ez, pattantam föl elkedvetlenedve. Miért dugta volna el? Mert ellenségünk félti őket tőlünk. Ki mondta neked ezt a szamárságot? A szakácsné. Ugyan ne árulk, hogy honnan tudta volna az agyva, hogy ma jövünk? Hát kitalálta. Kérem, alássan abból, hogy tegnap egész nap tisztogattunk, sempregettünk, felelte a szakácsné, Varga Mihályné asszonyom. Magamat is lehangolt az eset. A gyerekek kedve meg éppen oda volt, de ez mind semmi se lett volna a feleségem babonás érzései mellett. Nem csak, hogy izgatják a természet fölötti dolgok, nem csak összeszorítják a szívét, benépesítik a fantáziáját, csodálatos előérzetek, de ettől eltekintve az ő finom lelkének már az is fáj, ha valaki ellenszenvel van irántunk, ha az a valaki csak egy kutya is. Titkon beintett egy mellékszobába, és elmondta, hogy ő nem marad itt, ő visszamegy. Ez nem neki való hely. Nem tudja miért, de ő nem érzi jól magát. Szorongó érzések lepik meg, sőt, a gyerekeit se hagyja itt. Jelek mutatják, hogy menjen, fusson innen. Miféle jelek? Hát ez a zagyva, a zagyvának a haragja. Próbáltam az eset jelentőségét leszállítani, hogy nekem nem imponál az agyva. Kicsoda, micsoda az agyva? Ha haragszik, hát tessék neki haragudni, hiszen nem is ösmer, sose látott minket, hogy sértő, lehangoló a dolog. No, én nekem se sértő, se lehangoló, s éppen nem félek az agyvától. Soha ilyet. Még ha egy császár haragszik is az emberre, nem való tőle megijedni. De hogy az agyva haragszik, hát már most hagyjuk itt azért a tuszkulomot. Nevetséges. Jó, hogy puskát hoztam magammal, majd befűtök én az agyvának. Szerencsétlen ember ijat meg a feleségem. Hát nem tudja, hogy szoptat. Jó, jó, hiszen nem bántom, ha megígéri, hogy marad. Megígérte, és egy kissé megnyugodott, de magamat is bántott az agyva esete, s váltig a kutyák felől kérdezgettem ki a helyi embereket. Mikor ment el a tenger Berkibe? Még az ősz végén. Mikor hagyták el a portát Gubics és Bundás? Bundás vagy 2 hónapja, Gubics körülbelül 5 hete. Együtt szoktak vadászni? Nem. Ha Gubics az alsó határban van, akkor Bundás a felsőben jár.
Úgy látszik, előre megbeszélik, és rendes megállapodás van köztük. Gubics egyszer betegen feküdt tört lábbal a tóték pajtája mögött, akkor Bundás hordta neki a pecsenyét, úgy látszik, barátság van köztük. Ezeket a részleteket szedegettem össze, mikor délután azt jelenti a kocsis kislánykája, hogy a zagyva ott ólálkodik a ház körül, és benéz a kerítésen. De már erre mind kiszaladtunk, mint valami püspök nézésre, akkora nagy perszónának növekedett reggel óta az agyva. Sovány, sáfrány színű juhászkutya farkashoz hasonlatos fejjel, kicsiny, hegyes fülekkel, nagy bojtos farka, amely a port söpörte, és melyet olyanra kunkorított, mint a püspöki bot szokott lenni. Künn a kapunál kullogott, lehorgasztott fejjel, mintha egerészne, de azért az egyik barna okos szemével jól látott minket. Zagyva, zagyva! Kezdték hinni a gyerekek. Úgy tett, mintha nem is hallaná. Dobjatok neki valami ennivalót, hát ha bejön. Egy karaj kenyeret vittek, egy darabkát hajtottak elé, de nem jött be. Utána egy másik darabkát a kapun túlra dobtak ki, mohon felkapta és megette, majd megint egy darabkát a kapun innen, de meg sem mozdult. Minden világos lett ebből. A zagyva karakter, és elhatározta, hogy nem megy a portára, míg az idegenek itt lesznek, hogy nem eszik, az nem határozta el, hát evett, ami a területen kívülre esett. Kétségtelen most már, hogy a zagyva rossz indulattal van irántunk. Ha nem hiszem, meglássuk még, majd megpróbálkozunk vele. Hely, Vargáné, lelkem, főzőn csak hamarjában egy kis zsíros tarhonyát. Azt hallottam, hogy a zsíros tarhonyának a kutya nem tud ellentállni, hogy a kutyák országában az lenne a töltött káposzta. Tarhonyát megfőzte Vargáné, mire elhintettük az udvaron. Föl egész az ámbitusig. Már most csak az kellett, hogy a kutyát kívül a szél irányába csalogassák, a szél majd odaviszi neki az ételillatot. Hát, úgy is lett. Ment az agyva a szél felé. Egyszer csak felütötte a fejét, egész teste megrázkódik, hogy szinte ropogott a nagy bundája. A farka himbálózni kezdett jobbra-balra, mint az óraringa. A feketés orjukai kitágultak, a száját öblösre szétnyitotta, és egy nagy kocsonya-szerűen rengő vörös nyelv nyúlt ki belőle szinte le a földig, hogy az Isten illat azt is érje. Majd fölemelt az első két lábát, sárgás sovány alakja megnyúlt, és a következő pillanatban egy iramodással átugrott az alacsony léckerítést. És ott volt az udvarunkon, lázasan, mámorosan, fölnyalva, fölhabzsolva a tarhonyát, nem nézve se Istent, se embert, se becsületet. Nincs már spártai jellem a kutyák közt se. Tarhonya fölcsalogatta az ámbitusra is. Nem restelt közénk jönni. Ott témferegni a lábunk alatt. A Laci gyerek megsimogatta. Egyet mordult, de aztán behunyta a szemeit és tűrt. Jól lakott kutya nem forradal már. Majd a jól lakottság kélyes érzetével feküdt végig szétterpesztett lábain az ősi küszöbre. Mint valaha a jó napokban. És szunyókálni kezdett. Denik, a zagyva beadta a derekát, este felé ugyan eltűnt egy pár órára, de éjjelre megjelent, és hallani lehetett az ugatását. Szomszédok csodálkoztak, megint ugat a kutya szontágéknál. Feleségem pedig boldog volt, mintha valami dalárda énekelne a tiszteletére. Végtelenül megnyugtató érzés volt a történtek után a zagyvarosdás hangja. Másnap reggelre a fiúk a Foxy számára is zsíros tarhonyát rendeltek reggelinek. Még az ágyban voltak, Berci a Foxyval játszott, hempergőzött a párnák közt, mikor a szakácsné behozta a reggelüket, az övékét meg a Foxyét.
Zagyva is ott termett valahol, nem kellett már neki a szél iránya, beosont a tarhonya szagra, minél fogva Bargáné neki is hozott egy tányérral. Nagyon boldog volt, vidáman rázogatta a farkát, és hálásan tekingetett fel a gyerekekre. Leginkább a fokszín felejtette a szemét. Milyen jó dolga van a puha pelyhek közt, milyen víg, milyen kedves és milyen kitűnő modora van. Egész délelőtt nem láttuk az agyvát. Déltájban, amikor kiküldtük neki a csontokat, azt mondja a német szobalány, akit Pestről vittünk ki. Már van két kutya. Általános csodálkozást keltett az eset. Megjött az egyik vadász, a Gubics. Hosszú, fekete, szőrű, lompos állat egy fehér folttal a bal combján. Valakinek hírül kellett vinni, hogy már gazda van a háznál. A hír valahol a réteken érte, mert össze volt fencselve a rét mocsarának zöld hínárjával, talán éppen vízi szárnyasokban dolgozott. Mikor elmondhatták, térj vissza, Gubics, az öreg kúria új gazdái megjöttek. Hogy miképpen diskurálnak egymással a kutyák, én nem tudom. De bizonyos, hogy diskurálnak, mert a Gubics már mindent tudott, ami hasznossá válhatott ránézve. Lelketlen stréber volt, nem is titkolta. Akkor meglátott, mindjárt azon kezdte, hogy megnyalta a kezemet. Aztán lefeküdt a bercike lábai el, és a farkával enyelegve csapkodta a kedvencét, a foxit, aki szemmeresztve nézte ezeket az óriásokat, és félénken húzódott el a saját fajától a Berci mellé. Ó, a Gubics ravasz vén csont volt, nagy ragaszkodást tudott tettetni. Egy a vájúnál idogáló ökör neki akart menni, szarvával a Lacinak, hogy felöklelje. A Gubics rárohant, s megharapta a marját, úgy, hogy a Villás Laciért most a Gubicsnak rontott, de Gubics nevette ezt a felbuzdulást, felszaladt az ámbitusra, ahol a feleségem úgy fogadta, mint a fia életmentőjét, és még kávét is kapott uzsonnára. Kutyák nyelvén gyorsan mehetett híra az eseményeknek. Egyik faluból látogatják éjjel a másikba, oly sűrűn esnek a faluk, mert harmadnap megjelent a Berkibe bújdosott tenger is. Csak látogatóba jött. Nem ment közel a familiához, csak a többit nézte messziről. Gondolkozva járt a trágyadom körül, annak a meleg párázat elé lefeküdt és figyelt az életet. Megnézett engem is a gyerekeket, szaglászott, kontemplált, latolgatott. Egyszer azután megiramodott, s mint a nyíl egyenesen visszaszaladt Berki felé. Elment a bagázsiáért. Egy pityikés nyakörbe volt ott, SP monogrammal. Azzal a szájában jött vissza másnap reggel. Most már nem maradt fenn semmi kétség, hogy a bundás is haza fog jönni. Nagy nap lesz ez rátok, nyúlfiak. A legfélelmetesebb jáger a magánéletbe vonul. Vártuk már. Feleségem még pecsenyét is tett el a számára, és májat. A vén imposztor a Gubics észre is vette, nyugtalanul nézegetett a kapu felé. Hát csak ugyan, elő is jött, húsvét vasárnapján. Szép nagy példány, fehér komondor. Szája meg az első lába csupa vér. Olyan volt, mint egy gyilkos. Kiosztottuk köztük a falatokat, de a bundás a világért se nyúlt a magáéhoz. Megvártam, megeszik a többiek, és nem lesz tőle semmi bajuk. A bundás attól fél, hogy megmérkezzük, mondta Laci. A bundás csak ugyan gyanakodó és óvatos természetű, mint illik a vadon fiához, ki a főzteknél többre becsüli a nyers eredet. A többiek gyorsan megették a magukét, aztán a bundásére rohantak.
Nagy marakodást támadt, mielőtt a ravasz Gubics eltüntette a háborúsdi okát. Most új ételt dobott nekik a Laci külön-külön. A bundás most se nyúlt a magáéhoz, de a lábát rátette a falatra, és miután meggyőződött, hogy az étel ízik a többinek, ő is hozzálátott az ebédhez. Hiszen mindenütt jó gondolta, de legjobb otthon. Így lőn, hogy húsvét hétfőre virradólag, ott létünk utolsó éjszakáján, már négy érc hangú kutya pörölt ugatott nagy éberséggel, és élénk harci kedvel a szonták portán. Reggel pedig a fiúk ajtaját, melyet a cipő tisztító lány nyitva hagyott egy percre, belökte a csontos lapockájával a vén stréber Gubics, és besompolygott. Utána ment a zagyva, majd a tenger, és csak azután oldalított az óvatos bundás. Mars ki, kiáltott a leány, ki akarván őket kergetni. A fiúk szobájában még sötét volt, mert a spaletták be voltak téve, de a szétterülő ajtón némi világosság szivárgott be, és látni lehetett, hogy az agyva egy kölykét hozza a szájába. Szép fekete szőre volt, mint a selyembársony fehér sáv a nyakán, egyik füle is fehér volt, gyönyörűség volt ránézni. Zagyva, zagyva, mit hoztál? Újjongtak a fiúk örvendezve. A Foxi most is ott feküdt Berci mellett, s nyugtalanul vakkantott a látományra. A zagyva pedig ment egyenesen a Laci ágyához, s felágaskodván az első lábaival, letette a kölykét szép csöndesen, gyöngéden melléje, mintha azt mondaná. Elhoztam neked a kisfiamat, hogy játsszál vele. Az egyik spalettát felrántotta Berci, hogy ő is lásson. A nap üdén ragyogón nevetett be az ablakon. E percben először a zordon esős és borús húsvéti napok alatt. Künn a szakácsné a kutyák neveit kiáltozta, a reggelihez híván őket, mire azok egyenként kisompolyogtak, mint egy dolgát jól végzett, tisztelgő küldöttség. Mi pedig éreztük, hogy csak is most vagyunk már igazán beiktatva a horpácsi domíniumba.